Kultúrösvény mai adásában elsőként Csapra látogatunk, ahol a helyi nyugdíjas klub tagjaival a kenyérsütés hagyományát elevenítjük fel. Innen Nagyberegre utazunk a Csipkebogyó és Beregi Szőttes Fesztiválra, majd Ungvárra a Kis Louvre-ba viszutunk, ahol kiállítással, valamint katalógus bemutatóval méltatták megalakulásának 20. évfordulóját. Ezt követően Bőjte Csaba ferences szerzetessel zarándok útra indulunk, amellyel a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradására hívták fel a figyelmet. Végül részt veszünk azon a honismereti kiránduláson, amelyet a Beregszászi Rózsa Hölgyek Társasága szervezett a nehéz sorsú gyermekek számára. Tartsanak velünk! Nagy volt a sürgésforgás a KMK-s csapja alapszervezete rendezvénytermének udvarán, hiszen a ma már otthon alig gyakorolt hagyománynak, az otthoni kenyérsütésnek szentelték ezt a napot. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és Grezsa István miniszteri biztos úr támogatásával valósulhat meg ma ez a program, hiszen Csapon egy nagyon széleskörű társadalmi és civil szervezeti élet folyik, és úgy gondoltuk, hogy a kenyérsütésnek a hagyományát, ami sajnos most már itt az ungvári járásba kiveszőbe van, ezt megpróbáljuk úgy feleleveníteni, hogy építettünk ugye egy kemencét, egy búbos kemencét, amiben valamikor nagyszüleink még kenyeret sütöttek, és ennek a tudományát próbáljuk visszatanítani, hiszen a nyugdíjas klubunk most már hónapok óta próbálkozik, és egyre jobban sikerül nekik a kenyérsütés, és úgy gondoltuk, hogy a KMKS alapszervezet, illetve az ifjúsági szervezet, a cserkészek összejövünk ma, és kenyeret sütünk. Ez a mi kenyerünk lesz, amit közös munkával hoztunk össze, de meg fogjuk sütni szalonna sütés közben, el is fogjuk fogyasztani, ki fogjuk próbálni, hogy hogyan sikerül nekünk itt közösen kenyeret sütnünk. A hagyomány ápolás mellett a közösség építésnek is fontos szerepe volt ezen a napon. A szervezet nyugdíjas klubjának tagjai igyekeztek a nagyanyáink receptje szerinti kenyérsütés tudományát átadni az ifjúsági szervezet tagjainak. Ez a kenyérsütés, ezt már 7. alkalommal csináljuk Lena nénivel. Mi kezdtük megdagasztani a régi nagyanyánktól örökölt fatekenőbe. Először 3-4 kiló lisztből, utána már egész 10 kilóig mentük, tehát van már, mondhatnánk, praktikánk benne. A mai alkalommal azért gyűltünk össze, hogy az ifjúsági szövetségnek átadjuk ezt a generáción keresztül átadott régi kenyérsütést, ami a KMK udvarán megépült kemencébe, mint nagymamáink, mikor még sütötték a kemence padján a kenyeret, tehát, hogy ezt meg tudják tanulni. Miközben odakint sült a búbos kemencében a kenyér, addig bent a közösség Lena nénia azt is megmutatta a lányoknak, hogyan kell bánni a keltésztával. Megtanítottuk a ifjabb generációnak, hogy hogy kell bánni a kőtésztával. A kőtészta az egy élő tészta, mert élő kultúra neveli meg a tésztának az állagát, attól lesz könnyű, finom és ízletes. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok, részt vettek a dagasztásba, a kenyérkiszakításba, a rétesek formálásába, és ilyen szép termék sikerült. Nagyon szeretem a kőtésztát csinálni, mert ős időkben, mikor még annó, még a magyar föld volt a Kárpátalja, az én nagyapám Potori László volt a Csapvárosnak a pékje. És az egész Csapvárost ellátta kenyérrel. És olyan szokás is volt, hogy egyszer egy héten nagyapám befűtötte a kemencét, és minden csapi háziasszony, aki kedvet kapott hozzá, megkelesztette otthon a saját kenyerét, és elvihette a gyönyörű nagy kemencébe megsütni a saját kenyerét, vagy a rétessét. Délben megérkeztünk, kenyeret dagasztottunk, Lena néni megmutatta, hogy kell kenyeret vágnunk, kalácsot sütnünk, kalácsot dagasztanunk. Utána a diós kalácsok készen lettek, kenyeret vágtunk megint, és eddig még csak ennyi volt. Mit gondolsz, otthon fogod-e alkalmazni azt, amit ma itt tanultál? Persze. De a kemencéből frissen kikerült kenyeret meg is kellett kóstolni. Ezért az udvaron a fiatalok már el is kezdték sütni a szalonnát. Miközben a mindig jókedvű Csapi Nyugdíjas Klub néhány tagja megcsillogtatta tánctudását.
A fiataloknak is jól ment, nézik, tudják, úgy látom, hogy egy-kettőre bele fognak tanulni. Úgyhogy, ha mi már kiöregedünk, akkor legyen kinek átadni továbbra is ezt a kenyérsütést, hogyha már megvan ez a szép kemence építve, akkor tudják tovább vinni ezt a hagyományt. Ez a nap pedig fontos lépés volt afelé, hogy a most még tini lányokból jó, a magyaros gasztronómiai szokásokat továbbvívő háziasszonyok váljanak a jövőben. Negyedik alkalommal rendeztek hagyományőrző csipkebogyó és beregiszőttes fesztivált Nagyberegen, ahová nem sokára mi is ellátogatunk. Nagybereg főterén egymást követték a színpadon a táncos produkciók. Emellett pedig számos kézműves sátor, a térség ízvilágát és borait bemutató stand között nézelődhetett és vásárolhatott az ide látogató, de megkóstolhatták a csipkebogyó lekvárt is. Remélem, hogy visszatérnek az emberek arra, hogy kézterméket vegyenek, finomat vegyenek, házit vegyenek, és teljesen minimális cukor hozzáadásával készítjük őket, úgyhogy aki eljön és megkóstolja, az biztos, hogy visz egy-két üveggel, ebből abból a mobból. Beregi szőttest egész egyszerűen kár lenne hagyni elveszni. Bíró András az Együtt Nagyberegért civil egyesület vezetője rendkívül fontosnak tartja a helyi hagyományok ápolását. Sokszor mondom én azt el, hogy van nekünk egy hagyományunk, amit meg tudtunk tartani. Sok ember áldozatos munkája árán meg tudtuk tartani ezt a hagyományt, ez a nagyberegi szőttest. Nem csak Nagyberegen, hanem a környező településeken is fenntartják még ezt a hagyományt, és hát a csipkebogyó, ugye, mint tudjuk, egy egészséges gyümölcs, amit bevettünk a fesztivál, mondjuk úgy, hogy mellékágaként. Németh Erzsébet 19 éve készít csipkebogyó lekvárt. Elmondása szerint termékei sokféle betegség gyógyítására ajánlottak. Nagyon finom a lekvár, nagyon sokat ajánlom a gyerekeknek, betegeknek, nagyon jó gyomorbetegségre, meghülésre, cukormentesen is lehet elkészíteni, van olyan cukorpótló, amivel úgy is készítem el, nagyon sok embernek készítem el a lekvárt. Úgyhogy nagyon sokféle betegség, 10 féle betegségre jó. A nagymuzsai Berecki István főleg falusi turizmussal foglalkozik. Nevét Ukrajna szerte ismerik, de újabban gyakoriak a magyarországi vendégek is náluk. Hála Istennek idén ez a nagyberegi fesztivál már a sokadik a turisztikai tanács által támogatott és szervezett fesztiválok közül. Ennek nagyon örülünk, meg egyre több Magyarországról érkező csoport látogat el Kárpátaljára, vidékünkre. Többek között egy kicsit fáradtan jöttünk ki a mai napra, mert pont tegnap este volt Magyarországról egy csoportunk bor és sajtkóstolóra. Egyre többen vannak, hála Istennek, egyre jobban kedvelik a borainkat. Barkaszi leventeik, gomolya, parenyica, trappista és kamember sajttal érkeztek Nagyberegre. Azt szeretném kiemelni, hogy ezek a sajtok természetes, fölözetlen, tehát teljes értékű tejből készülnek, és csak a szükséges hozzávalókat tesszük hozzá, az oltót, a kultúrát, a sót, és semmi egyéb tartósítószert, adalékanyagot nem tartalmaznak. A helyi középiskolában a tanulók az órákon sajátíthatták és sajátíthatják el a beregi szőttes készítését. Pirigyi Marianna népművész, aki most Nagybereg díszpolgára lett, a kezdetektől eme hagyomány folytatója. Megőrizzük mindazt a hagyományt, amelyet eleink, az asszonyok, nagymamáink készítettek, és mai modern szobabelsőbe próbáljuk belopni, becsempészni a népművészetet, a néphagyományt. Természetesen megőrizve az eredeti motivumokkal, az eredeti eszmével, hogy alkossunk a környezetünkbe lévő virágokat, növényeket vigyünk vászonba. A nagyberegiek ezen az októberi napon ismételten arról tettek tanúbizonyságot, hogy a helyi értékek megőrzése és továbbadása rendkívül fontos számukra. Kiállítással, valamint katalógus bemutatóval méltatták az ungvári kis Louvre fennállásának 20. évfordulóját. Nem sokára ide látogatunk. Kiállítással, valamint katalógus bemutatásával méltatta meg alakulásának 20 éves évfordulóját a kis Louvre. Az ungvári 3-as számú középiskolában működő gyermek- és ifjúsági stúdió szervezője és vezetője, Levacka Emma, az Ukrán Képzőművészek Nemzeti Társaságának tagja. Az 1999-ben szakkörként induló csoportosulás mára színvonalas művészeti stúdióvá fejlődött.
Fő célunk az, hogy kialakítsuk és megerősítsük a gyermekekben saját gondolataikat, világnézetüket. Minden óra, minden előadás erről szól, hogy egyéniségekké váljanak, önálló véleményük legyen. A stúdióból kikerülő tehetségek többnyire a művészetet választják életútként, és szívesen emlékeznek vissza az ott töltött évekre. Tanáraink belénk táplálták azt a lángot, amely a fejlődést, a kibontakozást segíti. Sokat dolgoztunk azon, hogy kialakuljon a saját stílusunk és világnézetünk. Emma Pomanyimnának sikerült megvalósítania azt, hogy egyediek, különbözőek legyünk. Ez nagyon pozitív jelenség. Az évfordulóra készült album a jelenlegi és egykori növendékek munkáit mutatja be. A katalógus kiadásának költségeit Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint a Rákóczi Szövetség fedezte. A hozzájárulás célja, összhangban Magyarország jószomszédi politikájával, nemzeti hovatartozástól függetlenül támogatni a tehetséges kárpátaljai fiatalokat. Az is nagyon fontos, hogy ne csak a kárpátaljai honfitársainkat támogassuk, hanem az itt élő többségi nemzethez tartozókat is. Így amikor érkezett hozzám ez a megkeresés a hármas iskola részéről, ahol pedig ugye köztudottan ugye teljes mértékig ukrán nemzetiségi iskoláról beszélünk, és ukrán nyelven folyik a tanítás. Én azt gondolom, hogy ezt fel kellett karolni, ezt a támogatást meg kellett adni. Szerencsére a Rákóczi Szövetséget szintén meg tudtam nyerni ez a projekthez, és a mai napon egy fantasztikus kiadvány tartok itt a kezembe. Nagyon örülök annak, hogy itt Ungváron az ungvári főkonzulúrral együttműködve az itteni főkonzulátussal egy olyan eseményre kerülhetett sor, amikor egy ukrán művészeti iskolának a tevékenységét tudtuk támogatni, hiszen azt gondolom, hogy az ilyen gesztusokra, az ilyen közeledésekre, az ilyen nyitásokra óriási szükség van. Az évfordulóra készült album, amely 44 jelenlegi és egykori tanítvány alkotásait tartalmazza, kordokumentum is egyben. Ez nem csupán katalógus, hanem olyan dokumentum, amely a cél eléréséhez vezető utat mutatja be, a tanulási folyamatot. Itt nem csupán az alkotásokat, rajzokat mutatjuk meg, hanem a munkafolyamatot, a fejlődést is egyben. A gyermekekkel és fiatalokkal való alkotói munka 20. évfordulója bizonyítja, hogy az eddig megtett út és módszer nem volt hiába való, a kis Louvre stúdió ezért lett sikertörténet is egyben. Márton nap az új bor bírája, tartja a népi bölcselet. Aki ezen a napon nem eszik libahúst, egész évben éhezni fog. Aki ezen a napon nem kóstolja meg az új bort, az pedig szomjas lesz. Vallották földműves elődeink. November 8-ától 10-éig vidám népünnepély keretében ezt a nemes hagyományt elevenítik fel a beregszászi Szent Vencel borrend tagjai, akik Beregszász központjában új bor és libator fesztiválra várják az érdeklődőket. A hagyományteremtés szándékával megrendezésre kerülő alkalom interaktív jellegű, így a vállalkozó kedvű résztvevőket több produkcióba is bevonják majd a szervezők. A 75 éve Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások novemberi emléknapja programjaiba illeszkedve a kárpátaljai magyar és német nemzetiségű férfi lakosság 1944 őszi Málenki robotra történt elhurcolásáról való méltó megemlékezésként a Szolyvai Emlékbizottság a történelmi egyházakkal, valamint magyar és német társadalmi szervezetekkel közösen 2019. november 16-án 11 órai kezdett el ökumenikus istentisztelettel egybekötött koszorúzás tart a Szolyvai Emlékparkban. A rendezvény főhajtás az ártatlanul elhurcoltak és meggyilkoltak, valamint a háborúkban elesettek emléke előtt, amely együvé tartozásunk bizonysága is. A megemlékezés egyben kiállás országunk társadalmi békéjének mielőbbi helyreállítása és a kárpátaljai magyarság összefogása egysége mellett. Emlékezzünk együtt! Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a kárpátaljai szülőföldön maradás napját. Magyar identitást erősítő zarándoklattal, kulturális és művészeti programokkal vártak mindenkit, amelyre hamarosan mi is ellátogatunk. Gyülekezés a Nagy Bégányi Turul szobornál.
Innen indult az a 11 kilométeres zarándokút, melyet Böjte Csaba dévai ferences rendi szerzetes az első kárpátaljai szülőföldön maradás napja rendezvény fővédnöke vezetett. Mint mondta, azért vállalta el ezt a szerepet, mert szerinte Isten akarata, hogy megtartson mindenkit szülőföldjén. Nem véletlenül születtünk ugyanis oda. Én fontosnak látom azt, hogy tényleg megmaradjunk a szülőföldünkön. Árva gyerekeket nevelek, és azt láttam, hogy Isten a vér szerinti rokonok iránti szeretetet és a szülőföld iránti ragaszkodást nagyon mélyen belénk írta. Tehát Isten akarata, hogy megmaradjunk a szülőföldünkön. És hát ugye itt a fiatalok azért hívtak, hogy pont egy ilyen zarándoklatot szervezünk, ami segít, hogy még jobban ragaszkodjunk, szeressük a mi drága szülőföldünket. A zarándoklaton részt vett Grezsa István miniszteri biztos is, aki azt mondta, hogy ez egy olyan alulról jövő kárpátaljai magyar fiatalok által kitalált kezdeményezés, mely a szülőföld szeretetére kívánja felhívni a figyelmet. Hozzátette, Kárpátalján fontos, hogy az elvándorlás helyett minél többen válasszák a szülőföldön való boldogulást. Sose lehet tudni, hogy mi az a kezdeményezés, amely akár sorsfordító lehet. Ez a kezdeményezés, amelyen most itt vagyunk, és nem véletlen, hogy Böjte Csaba testvér állt az élére. Alulról jön, fiataloktól jön, Kárpátalján maradni a szülőföldön. Program, amely egy zarándoklat Nagy Bégányból Beregszászra, de azt hiszem, hogy ennek a lelkisége lehet egy üzenet itt élő embereknek, nem csak magyaroknak, hanem más nemzetiségűeknek is, hogy ne ürüljön ki a szülőföld. Mária egyedül, maga erejéből egész biztos nem tudott volna Isten szülni a világra. Sok fiatal tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon a zarándokúthoz, illetve hogy részt vegyen az egésznapos rendezvényen. Az egyik ilyen zarándok a beregszászi Karpinec Krisztián volt, aki szerint bár nehéz manapság megélni Kárpátalján, mégis meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy otthon boldoguljanak a fiatalok. Fontosnak tartom, igen, hogy sokan itthon maradjanak, már amennyire lehetséges, mert ugye mindenki a jobb megélhetés felé törekszik, illetve máshol képzelni el a jövőjét, hogyha nem lenne ilyen elkeserítő a helyzet, de mindenféleképpen ez fontos. A menet résztvevői Beregszászba érvén a helyi Budapest Parkban elültettek egy fát a Krisz jó voltából, ami az otthonmaradást jelképezi. A faültetés az mindig a remény szimbóluma. Reméljük, hogy egy fa, egy fiatal fa, az gyökeret ver, és majd lesz belőle öreg fa, de először arra kell odafigyelni, hogy gyökeret verjen, és elérje a gyümölcstermés időszakát. Mi, mint fiatalokkal foglalkozó szervezet számunkra egyértelmű volt, hogy egy fát ültessünk, egy fiatal fát, amire majd vigyázunk, ami majd, amikor megöregszünk, akkor visszaemlékezünk, hogy mi ezt fiatalon elültettük ezt a fát. Ezt követően átvonultak a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, ahol színes programok várták a résztvevőket. A hagyományteremtő rendezvényen Böjte Csaba előadása mellett kárpátaljai tehetséges fiatalok fellépéseit lehetett megtekinteni. Dobsa István, a KMKS Ifjúsági Szövetségének az elnöke, optimista a kárpátaljai fiatalok jövőjét illetően. Mi, mikor szülőföldön való boldogulásról gondolkodunk közösen, akkor mindig Fodó Sándornak, a KMKS alapítójának gondolatai jutnak az eszünkbe, aki szerint nekünk, akik még itt maradtunk Kárpátalján, elsőrendű feladatunk, hogy hitet és reményt tudjunk biztosítani és nyújtani a még itt maradt családok számára. És én úgy gondolom, hogy ilyen erős támogatókkal, mint Magyarország nemzeti kormánya, aki mindent igyekszik megtenni, hogy ezt ebben a törekvésünkben sikereket arassunk, és én úgy érzem, hogy ezek a sikerek meg is vannak Kárpátalján. Szerintem minden esély megvan arra, hogy fiatalok, fiatal családok döntsenek Kárpátalján mellett. Csaba testvér, azt tanácsolt nekem. Simon Dominika főszervező úgy véli, hogy az ukrajnai magyar fiatalok számára fontos, hogy otthon tudjanak boldogulni, és ne kelljen kivándorolni Kárpátaljáról. Ezért is hozták létre a mozgalom a Kárpátaljai Szülőföldért Egyesületet. Szinte minden kárpátai szervezetnek az a lényege, hogy egyik célja, hogy a kárpátai fiatalokat itthon tartja, így azért tudtuk egy kicsit ilyen összkárpátaljaival varázsolni ezt a napot, mert minden szervezet, ami minden magyar szervezet szinte hozzánk át. Az első szülőföldön való maradás napján több százan vettek részt, és Kárpátalja szinten minden részéből érkeztek érdeklődők.
nehéz sorsú gyermekek számára szervezett honismereti kirándulást a Beregszászi Rózsa Hölgyek Társasága, amelyen nem sokára mi is részt veszünk. A Kárpátaljai Rózsa Hölgyek Társasága nemrég jótékonysági bált szervezett a hátrányos helyzetű fiatalok támogatására. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett gasztronómiai bemutatóval és ételkóstolóval egy bekötött esten befolyt összegből honismereti kirándulást szerveztek a Beregszász és környéki nehéz sorsú gyermekek számára. Úgy gondolom, hogy kárpátaljai magyar emberként mindenképpen érdemes ide eljönni, akár többször is érdemes ide eljönni, hiszen tudnunk kell azt, hogy milyen helyen élünk, mi vesz minket körbe. A Munkácsi várba érkeznek épp a gyerekek a Rózsa Hölgyek Társaságának tagjaival. Nagy az izgalom, hiszen ezek a fiatalok csak ritkán jutnak el ilyen helyekre. Olyan kirándulást szerettünk volna szervezni, ahol olyan gyerekek vesznek részt, akik családi körülményeik miatt nem biztos, hogy egyébként el tudnának menni, vagy meg tudnák engedni azt, hogy kiránduljanak, akár itt Kárpátalján is. Fontosnak tartottuk azt is, hogy a kirándulás során, tehát ezt kifejezetten honismereti kirándulásnak terveztük, olyan helyekre megyünk el, vagy mentünk el, ami itt van a közelünkben, itt van a környékünkön, és mindenféleképpen értéket képvisel. Talán nem is sokan tudnak róla, hogy milyen sok szép épített, vagy éppen természeti érték van Kárpátalján. Ezt szeretük volna nekik egy kicsit megmutatni, egy kicsit közelebb hozni. Ugye maga a kastély az Tudor stílusban épült, az asztronómia jegyében. Mit is takar ez nekünk, hogyha megfigyeljük, nagyon sok ablaka van. A fiatalok az egynapos kiránduláson Kárpátalja több nevezetességét is megtekinthették. Ugye a mai tervünk az volt, hogy Munkácsot és Munkács környékét ismertessük meg a gyerekekkel. Ugye a szűkebb környezetünkben is nagyon sok látnivaló van, és sajnos nem mindenkinek van lehetősége ezeket megtekinteni. Ugye ezért úgy döntöttünk, hogy a főúti célunk ugye az a Munkácsi vár. Ott kezdtük a napunkat, megnéztük a kiállításokat, a látképet a várra. Következő állomásunk a Sömborn kastély és parkja, ahol megnézhettük a kastély egy vadásztermét, körbejártuk, megcsodálhattuk, hogy milyen csodálatos stílusba épült őt, illetve a növény különlegességét és öreg fáit tartalmazó parkjában tettünk tartalmas sétát, ahol megkóstolhattuk az örök fiatalság forrásának vizét is. Fontos, hogy ezeket a magyar vonatkozású emlékhelyeket ugye, már ugye fiatalkorban felkeressük, tudjunk róla, szerepet kapjon a kulturális életünkben. Lássuk át történelmünket, ugye őseink nyomdokában járjuk végig ezeket a helyeket. Megengedem nektek. Van 6 testvérem, de nekem így, hogy sokan vagyunk, ez pont megfelelő. Én szívesen osztozkodom, sőt, még van úgy, hogy inkább magamnak nem, hanem adom a testvéreimnek. És mi tetszett a mai napban a legjobban? Hát, hogy sokan vagyunk, hogy így együtt tudunk lenni. Egy 23 éves bátyám, egy 21 éves nővérem, egy 18 éves bátyám és 2 öcsém, az egyik 12 éves, a másik pedig 8. Nagyon tetszett nekem ez a mai kirándulás, mert megismerhettük Kárpátaljának nagyon gyönyörű, jellegzetes helyiségeit. Nagyon szép volt, nagyon sok hely, de ez a hely tetszett a legjobban. Ugye a helyszínnek a neve az a kenderesi vagy kendereskei kilátó, így is, hogy is emlegetik, ugye, vagy feszti kilátó. Ugye, ugyanis ezen a helyen készítette Feszti Árpád festőművész a Magyarok Bejövetele című körképéhez a vázlatokat. A Rózsa Hölgyek Társaságának tagjai évről évre igyekeznek olyan programokkal kedveskedni a rászoruló gyermekeknek, amelyekre családjukkal nem tudtak volna eljutni. Az ilyen kirándulások egy kis időre kiszakítják a fiatalokat a nehéz hétköznapokból, és életre szóló élményekkel ajándékozzák meg őket.